Sziasztok srácok, jó reggelt! Nekem legalábbis reggelt, mert kb. Negyed órája keltem fel, úgyhogy néha szűrcsögetni fogom kis ébresztőmet. Bár mondjuk nem tudom, hogy mennyire hatásos, mert kb. Már immunis vagyok rá, és olyan, mint a vizet innék. Na mindegy, lényeg a lényeg, ma meg fogjuk nézni a Krisztala című játékot, amit hát úgy reklámoznak, hogy egy macskás Souls-like. Láttam belőle egy előzetest, nekem elnyerte a tetszésem. Viszont ugye, amit a videóban látunk, az nem minden. Nekem egy játékot sokszor ki kell próbálni ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy nekem ez a játék ez kell-e, vagy nem kell-e. Szóval a játék az igencsak early access állapotban van még, úgyhogy egy videónál többet nem szeretnék belőle egyelőre. Majd, hogyha elnyeri annyira a tetszésemet a játék, amennyire szeretném, hogy elnyerje, akkor majd, hogyha megkapja az 1.0-net, akkor majd végig fogjuk tolni a csatornán. Most egyelőre csak belekukizunk. No, vágjunk bele. Jó, látszik, hogy Unreal Engine van alatta, elég lassan töltötte be a textúrákat. Név. Nagyon jó. Body type. Ja, hogy akkor... Úristen. És le tudom játszani a hangot, hogy ez... Oké. Egyébként tök jó, hogy így ki tudom választani, hogy... De csak akkor, hogyha... Rá is nyomok. Tehát, hogyha így lépkedek, akkor nem történik semmi, nem mutatja. Ó! Hosszú vagy rövid szőrű macska legyünk. Rövid szőrű. Ez jó lesz. Klán. Jézus ereje. Nekem ez teljesen megfelel. Klassz. Battle Mage. Assassin. Karmolászni fogunk. Karmolászunk már. Jó, hát akkor... Úgy gondolom, hogy kész van a karakterünk. Lesz neked Unreal Engine. Ez mi ez? Why, hello there. Yeah, I am a trainster, leader of the Rucksaka. Yeah, and you are? Ah, yes, yes, the new initiate. It's a pleasure meeting you. Mao! You must be from somewhere. Elsewhere, I'm sure. Okay. Szedtünk el valami CRISPR-t, fogalmam sincs, hogy hol van. Bonfire. Before you, I have a legendary task. Set forth in days of yore by Elaria of the Nisaga. Oh. Nem reagál semmire. Semmire nem reagál a játék. Érdekes volt. Na, szóval. Thank you.
Aha, itt van. Na jó, már látom. Tehát most ezt ki tudtuk tanulni. Értem. Shop. Miket lehet itt vásárolni? Jézus ereje. Meg van gyors utazás. És ezt a mérgező lófittyöt, ezt hogy... Azt gondolom, majd elmondja a játék. Lokon, de hát ezt tudjuk, hogy működik a lokon. Hú, ez nagyon jó ez. Ó, már látom. Nyomnom kell az LT-t és az X-et. Jó, bemérgezi a fegyver. Meddig? Aha, látom, ott van az élet fölött. Dash. Dodge. He goes by the name Dibar. Return you then to these gates. And find me in Nisaba. Lehet, hogy jön. Mhm. Hát az egyik az életet tölt, a másik meg manát. For your jó. First judgment. Tudom sprintelni. Van egy rakat ilyen zöld kristály. Tudom, mivel lehet ugrani, már rájöttem, de köszönöm szépen a információt. Jaj már, ez mi ez? Hello? Oké. Okay. Eddig jó? Ez mi? Stitch and Stitch. Stitch. Jó, tekintve, hogy macskát irányítunk, szerintem ne nagyon essünk bele a vízbe. Oké. Nem azért. Oké, látom, hogy meddig van fönt a fegyveren a mérgezés. A mérgezés az konkrétan nem időlimites, hanem ütéslimites. Aha. Ő. Feltételezem, arra nem megyünk el. Aha. Oda leesek? Semmi nem, nem, semmit nem látok, hogy lenne lent. Őristen. Nyissuk ki. Lehet így védekezni, ez egy picit fáj. És... ez mindig védekezés volt. És ez a perc. A meg a kivégzés volt. Jó. Látom, hogy ez a játék is. Legnagyobb örömömre. Perri alapú lesz. Viszont azt mondta nekünk a játék, hogy kaptunk valami páncélt. Melyiket? Ezt. Ez van most rajtunk. Ó, és mennyivel jobb? Hát nem sokkal, de jobb. Add ide. Enemy.
Aha, jó. Tehát ez nem jött össze. Ez se jött össze. Ez se jött össze. Jézus, erre életet adjál. Jó. Igen. Oké. Tehát, hogyha a csapkodom az ellenfelet, meg perizgetek, meg ilyenek, akkor az életcsíkjuk alatt van egy zöld sáv. Ugye lényegében az a folyszú. És ha az kifogy, akkor lehet vinni neki a kritikálatakat. Aha. Remek. Ide be tudunk jönni? Be. Figyelj, mert ott van valami arci-marci. Nyomjam az LT-t, és akkor vagy a light, vagy a heavy attackot nyomjam meg. Jó, milyen a light attack? Az ilyen forgó támadás. És hogyha ezt nyomom meg... Jó, hogy ezt felborítja! Remek. Az kell nekem. Ó! Oh. Kökücske! Na takarodj! Átmegyünk ilyen üzébe. Ilyen lopakodósba, azt figyeld. Rip! Menjél vissza ide a fűbe! Hohohoho! Hát, hogyha így lehet lopakodni a játékba. Ez így rohadt jó lesz. Ezt ki tudom nyitni? Nem, ez a másik oldalról van bezárva. Hello. Sunyulunk. Jól látom, hogy annál egy puska van. Annál rajta egy puska van. Nem lehetne valahogy elterelni a figyelmüket, kukucs? De nekem úgy is jó, hogyha belevédenek a támadásaimba, és hamarabb meg tudom őket borítani. Oké, itt ezeken fel lehet mászni. Mászás az mondjuk elég érdekesen néz ki. Oh! Támadás! Rip! Ezt. Tüntessük el innen. Jó. Tehát a játék most elmagyarázta nekünk, hogy ha itt megpihenünk, tudunk szintet lépni, bla bla bla, és az ellenfelek újra élednek. Ki gondolta volna? Illa, csak ezt így egy picit elállítjuk. Így. Na. Interact. Egy szintet tudunk lépni. Ez ad HP-t. Ez is ad HP-t, meg manát. Balance. Equiplode. Még az is lesz benne? Jaj, de jó. Real power. Ezt kell fejlesztenünk ahhoz, hogy erősödjön a támadásunk. Spell power, az minket most annyira nem érdekel. Ez is ad HP-t, meg egy csomó resistet, meg védelmet ad. Jó. Hát akkor menjünk rá erre. Itt nincsen pontunk. Ez a shop, meg a travel. Nagyon jó. Na, menjünk szépen tovább. Ó, de jó. Próbáljuk meg sunyulni megint.
Az előbb bejött. Oh, hello. Ennyi? Hát jó. Oké. Jó, hát van még mit javítani a játékon, ahogy látom. Nagyon jó. De hogy megyek be? Anyádat! Hára adjak meg, nekem ez nagyon bejön. Ajaj. Csak így. Laposan. De bemegyünk? Nem. Nem megyünk be. Oh, hello. Oh. Ó, itt van ilyen izé. Abban nem kéne belemászni szerintem. Hú, azért elég sokan vannak erre. Melyikkel kéne kezdeni? Mondjuk ő vele, mert ő ilyen pajzsos köcsök. Jó. Némi élet. Ez a másik oldalról van. Ah, nagyon jó. A másik oldalról nyitható. Ez mi? Ez csak fényt ad? Aha. Open. Még egy ilyen rozogó ajtót nem tudom, miért nem lehet kinyitni a másik oldalról. Gondolom ez se lehet, de lehet. Lukács. Aha. A sajle. És sunyú játszak. Rip. Nagyon jó. Imádom, hogy így lehet lopakodni. Jó, nyilván nem egy világmegváltó játék lesz, de egyébként tök szórakoztató eddig. Tök jó dolgok vannak benne. Valami morog. Oh, hello! Ki lehet végezni így duplán? Oké. Másik oldalról. Minek jöttem erre? Ott lesz tárgy. Aha. Ez hogy nem halt bele? Ó,
Kapta a visszaperit. Azért be kellett csapni rendesen. Ó, ez mi ez? Aha. Ez a másik oldalról. Hát akkor csináljuk így. Mit van? Tudom, mint hogyha lenne valahol ellenség, nem? Mint hogyha hallanék valamit zörögni. Rip, mondtam én. Ez? Majd a teljes játékban lesz elérhető, jó? Ott is van egyébként valami tárgy. Menj már! Miféle szerzet ez? Mennyi életed van neked? Remek. Kösz? Pész? Jó. Oda kéne valahogy feljutni. Oh, hello. Gyere csak! Gyere, gyere! Hűha! Én valamiért már kemény. Figyelj! Ezt felejtsd el! Jó, én próbáltam felhízni, nem sikerült. Na, legalább megtudjuk, mi történik akkor a játékban, hogyha meghalunk. Végig kell néznünk, hogy a textúra tök lassan visszatölt. Ez mi? Nem erre voltunk. Erre, jó. És frame drop. Remélem megjelenésre ezek majd megszűnnek. Remélem még nem láttál meg. Ő nem. De a többiek nem tudom, hogy hogy igen. Fú, ez a fűrészhang, ez mibe volt benne? Valamelyik... Ő persze, a 2005-ös Doom filmben. Ajaj. 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 Kérem vissza az XP-met. Itt van, köszi. Úristen. Úristen. Jézusom. Jó, ez a játék, ez rohadtul nem viccel.
ebben a játékban már látom, hogy mi van. Mégpedig az, hogy rohadtul nem célszerű rohanni benne. Rohadtul nem célszerű rohanni benne ész nélkül. Ha egy ellenfél észrevesz, az onnantól kezdve az üldöz a világ végére is. Nem tudom, hogy miért nem halt meg, amikor ráugrottam. Ja, hogy ott is van egy olyan izé... Úristen. Jó, hát ez észrevett. Rohadt kemény amúgy? Csak kérdezem. Nagyon kemény. Nagyon durván kemény volt. Ez szép volt. Ennyit a lopakodásról. Miért nem hal bele, hogyha így ráugrok? Ez valami hülye bug, mi? Jó, itt akkor én békén hagyom. Meg cincok. Rip. Na, okosan kéne akkor ezt itt megcsinálni. Egyszer. Ez a játék, ez úgy lenne jó, hogyha egy idő után elveszítenének szem elől. Hm.
ehhez még hozzá kell szoknom, hogy nem a B-t kell nyomnom a futáshoz. Jó. És most úgy néz ki, hogy elveszítettek szem elől. Aha. Viszont így nem tudom, ha már egyszer észrevesznek, akkor utána nem tudom őket kivégezni. Az mondjuk kellemetlen. Azt mondjuk remélem, hogy majd javítják. Erre ez így hülyeség. Hogyha egyszer észrevesznek, de utána elfelejtenek, akkor már nem tudod őket hátba támadni lesből. Úristen. De ez észrevett, ez hogy vett észre? Aha, kösz. Vérzünk. Na, erre mit találják ki? Fura volt. Jó, élek. De valahol még van egy ilyen fűrészes jóska. Vagy lehet, hogy csak bebágzott a hang. Azt még el tudom képzelni. Valonnan innen hallom. Konkrétan innen. Mellé ment bátya. Léci, ne vegyen észre. Jó, gyorsan elvetted az infót amúgy. Érdekelt volna. Nem árt, hogyha megtanulod a játékban a perit. Hasznos dolog, nagyon. Nagyon hasznos dolog a játékban a Perry. Legnagyobb bánatomra. Várjál. Fel lehet mászni. Víz. Ez marha jó lesz, mert tudjátok, hogy hol volt utoljára mentés? Itt. Kösz. Na nézzük, hogy mennyire.
Ó, figyeld már. Ó, frame drop. Nem akarod a felmenni? Ugye ezt már mondtam korábban, hogy nagyon nem jövedelmező, amikor így rohansz előre ész nélkül. De hogyha ráugrok, akkor még nem hal meg. Víz. Jézus ereje. Ez mit volt? Jó, futok. Add ide! Aktiváld be! Ugye még sebzést. Eltűnt egyébként a fellökő támadásom. Ezek. Miért tűntek el? Ez itt mutatja, hogy ott van benne, és nincs benne. Na várjál. Akkor nézzük, hogy lehet, hogy ez most rommá be van bugzódva ez a játék nekem. Úgyhogy lépjünk ki a menübe, és lépjünk vissza a játékba. Hát, ha akkor helyreáll. Már vannak olyan fura dolgok, hogy már fáj. Tehát az, hogy... így kivégzem az ellenfelet, így ráugrok, vagy hátulról támadom meg, és meg se érzik. Jó, hát ez nem nyert. Itt van megint. Ilyen kavicsot én már láttam korábban. Ott nem megyünk fel. Fellökő támadás. Ezt kérem. Kösz, azért te kemény voltál kellőképpen. De még nem... Na, erről van szó. Ugráljál, hogy muszáj. De! Vagy sapka. Király. Ezt tudom, hogy hol van. Ezt is kérem, mondom kérem. Bele ne essi a vízbe. Ez az. Onnan jöttünk, igen. Jól lenne tudni egyébként mennyi XP-n van, hogy tudok-e szintet lépni. Egyet.
pedig nem lenne rossz. De érdekes amúgy, mert ennek a fegyvernek... És most előkerültek megint. Mert ennek a fegyvernek itt voltak ugye a speciális támadásai, tehát ez, meg ez, és ennek meg ugye nem voltak ott, de most előkerültek megint. Néha fura dolgokat produkál a játék. Uti! Erre nem jó. Áááá! Nem akarok mérgezést kapni. Utás! Anyádat. Remélem nincs eszik, hogy belesétálnak a... Vízbe. És tényleg belesétáltak. Az eddig jön? Várja csak. Oh. Jézusom! Miféle szerzett vagy? Szóval rohadtul tetszik, hogy stamina nincs benne. Jó. Á, ott fönt most megszűnt az a piros izé. Nézzük meg, hogy mi van ott fent. Ó, nagyon jó! Ezért mondjuk megérte eljönni ide. Nézzünk el erre. Oké. Te mi vagy? Ja. Jajjaj! Ő kemény, őt utáltam. Marulj fel! Na így, hogyha fel tudom borítani, így azért picit könnyebb dolgom van. Az a víz, az mennyire mély, ezt fel tudom venni? Meg ne fulladj. Aha. Kijutottunk a hátalbe.
Ott is van valami lila cucc. Ez egy nadránk. Nézzük már meg. Ez a kettő, ez ugyanaz. Uh-huh. Ó, oda nézzi. Ez jöhet, ez jobb. Nem, ezek nem kellenek. Igen. Ó, igen. Szintlépés. Adjál HP-t? Vagy még damage? Adjál még damage? Na, nézzük meg, mi van erre. Kukucs. Azt mondja, hogy a sárga támadásokat nem lehet védeni, a pirosokat meg sem védeni, sem perizni. Oh. Akkor ezt írtad ki korábban is, csak nagyon gyorsan elvette a játék a üzenetet. Csit, macska. Akkor sárgát azt lehet perizni, ugye? És ezt miért írja ki nekem most megint? Rosszat sejtek. De jó! Boss harc. De kapta! Tudjunk el mérget a fegyverre. Ott is van. Meg is van. És ezért is kaptunk egy ilyen CRISPR-t. Nagyon jó! Nagyon jó! Szaladjunk ide fel. Ilyen lila cucc. Spring a frakkada! So you can interact with crystals. Oh. Milyen kristályokkal tudok interaktba lépni? Ezek a zöldekkel? Abban van egy csomó. Szét lehet őket törni. Tekintve, hogy macska vagyok, gondolom nincsen fall damage. Nincs hát. Ez mondjuk jó dolog volt. Hát, ez nem úgy néz ki, hogy a szét tudnám törni. Vagy... Ötlet. Menjünk vissza. Csak mert itt volt... egy kristály. Ez itt.
Nézzük meg. De előbb szintet kéne lépni. Hármat. Csak oda mage. Spell tree. Na, van. Crisperlem. Kettő is. Ez heal. Ez egy ilyen slash vágás szélszerű izé. Nem rossz. Aha, ez hátra löki az ellenfeleket. Uh-huh. Hát akkor menjünk rá erre. Micsoda? Hogy először másik spellt kell kitanulnom. Ezt. Még ez sem mindegy. Fú, ez köcsög. Teszt. Oké. Oh, hello. Attention, pigeon grass. Run by the ground. Let me watch. I bet he left. Now, how does that sound? Nay, nay. One cup nodding squill. Written with by. Oda nem tudok felmenni. De amúgy várjál, már van nekem egy csomó ilyen cuccom. Ez ad 500-at. Ez is ad mennyit? 100-at. Ez pedig 900. Így már tudok lépni még egy szintet. Ez ad 200-at. Két szint. Szia! Menjen fel 25-re, el meg adjam még HP-t. Jó. Na, szóval erre... Jaj, de jó, már ide látom, itt pókok lesznek. Te honnan kerültél ide? Aha. De várjál már! Utazzunk csak egyet. Mert emlékeztek, hogy így a játék elején is volt egy ilyen? Valahol. Hogy ez mi volt, tessék? A halálos gyors utazás. Annyira gyors volt, hogy nem bírta a testünk. De ez most mi a tök? Tehát én ide akarok gyors utazni. Köszönöm. Mondjuk ez nem rossz. Az a baj, nem emlékszem, hogy hol volt pontosan. Megvan. Oh, hello. Ez jobban fáj neked? Ezt meg se érzi. Az, hogy nem ugrottál. Kösz, hogy nem ugrottál már megint. Ja, már látom, hülye.
Azt hiszem ezt tudom, hogy hol van. De erről jöttem, nem? Jó, nem kell megfogni azt a szart. Megöletem magam. Igen, erről jöttem, itt magyaráztál a játék nekem ezeket a dolgokat. És ez a rész itt zárva volt. Oké. Akkor nekik mi értelme van, hogy ezt én itt ki tudtam nyitni most? Fogalmam sincs, hogy ennek most így mi értelme volt, hogy ezt kinyitottuk. Na jó. Na, mint látjátok, azért így az első boss után én még haladtam valamennyit a játékkal, amit én ugyan kivágtam, de egy picikét beszippantott. És hát az a helyzet, hogy én már az első boss után le akartam állítani a felvételt, csak belemerültem a játékba. Na mindegy. Szóval lényeg a lényeg, érződik a játékon nagyon, hogy early access, viszont annak ellenére nagyon jó. Nem tudom, hogy mennyi tartalom van ebben a early kiadásban, hogy meddig lehet elvinni a játékot, vagy meddig nem, mert voltak olyan útvonalak, amik ugye le voltak zárva és ki is írta a játék, hogy majd a teljes játékban lesznek elérhetők. Én egyelőre ezzel a játékkal ennyit szeretnék foglalkozni itt a csatornán, majd amikor megkapja az 1.0-át és tényleg megjelent véglegesen, majd akkor belevágunk a végigjátszásába. Ráfér egyébként a játékra a javítás. Én nagyon remélem, hogy így a visszajelzések alapján a fejlesztők helyre pofozzák a játéknak a kisebb-nagyobb hibáit. Mert például volt olyan, hogy ugye konkrétan eltűnt a fegyveremhez tartozó kettő speciális támadás. Beraktam egy másodlagos fegyvert, annak volt, visszaváltottam az alapfegyveremre, akkor annak is előkerült. Vagy például ott volt a másik nagyon durva bug, hogy ha lesből támadtam rá egy ellenfélre és öltem meg egyből, akkor konkrétan nulla volt rá a damage-em. Utána meg érdekes mód ez is helyreállt. De azért mondom, hogy maga a játék nem lesz rossz, de jelen állapotában azért, na. Úgyhogy én kíváncsian várom a teljes játékot, hogy majd mit fog nyújtani nekünk. Mondom, nekem eddig elnyerte a tetszésemet, nem is mondanám egyébként annak a hú de nehéz játéknak, de azért érződik rajta, hogy van benne némi kihívás. De nem mondanám egyébként semmivel nehezebbnek, sőt, konkrétan sokkal könnyebb, mint bármelyik Souls game. Na mindegy, srácok, majd ezzel a játék akkor foglalkozunk legközelebb, hogyha megjelent. Én köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!